Hajdú Szoboszló nyári kulturális életének 2 éve már, hogy üde szintfoltja a Mr. Zserát cirkusz. A cirkusz menedzsmentje a nyári szezon lezártával kedvezményes akciót hirdetett a város nevelési és oktatási intézményeinek egy gála előadás megtekintésére. A hajdúszoboszlói intézményekből közel 900 gyermek tapsolta végig a produkciókat. Közel 900 gyermek köszöntötte hatalmas tapsal és ovációval Mr. Zserádat és társulatát szeptember 8-án. Az utolsó előtti előadás különleges volt, hiszen a nézőtéren csak a város nevelési és oktatási intézményeibe járó gyermekek foglaltak helyet. Ez a délután az iskolásokról szól teljes mértékben, hogy legalább az iskola kezdés egy jó lendülettel és egy örömmel kezdjük meg velük együtt. Hogy eljöhetünk osztályszinten, és így hát egy is olcsóbb volt, meg így tök jó, hogy tudunk egymással beszélgetni előadás közben. Sok extrém produkciót láthattunk, melyik az, ami a legnagyobb hatással volt rád? Szerintem vagy az akrobata, vagy a légtornász volt, mind a kettő nagyon tetszett. A vadállatok szerepeltetése helyett az emberi teljesítőképesség és tehetség határait súroló, látványos produkciókkal volt teletűzdelve az előadás. A műsorszámok elkápráztatták a gyerekeket. Többen lélegzett visszafojtva, pislogás nélkül nézték végig a produkciókat. Szerintem a legjobb cirkusz a világon. Nagyon izgalmas itt lenni egyébként. Jó sorok. A mutatványok között szerepeltek olyan extrém előadások is, amelyek kivételes precizitást és koncentrációt kívántak a művészektől. Nekem mindegyik nagyon-nagyon tetszett. És melyik volt a legkülönlegesebb, a legizgalmasabb? Halálgömb. Veszélyes is volt, meg nagyon jó is. De miért volt veszélyes? Mert el is esettek volna, baleset is lehetett volna. Thank you.
A jeleneteket Mr. Gerard Bohóc kötötte össze, aki természetesen a közönséget is bevonta a produkcióiba. Tök jó, szeretem Gerardot. Hányszor voltál itt? Miért tetszik neked ez a cirkusz? Hát legalább 5-ször voltam, és nagyon tetszik. Melyik az a műsorszám, ami nagyon a kedvedre való? Hát a motorosok, amikor a nagy gömbben vannak. És miért pont az? Hát mert olyan gyorsak, meg elengedik a kezüket. Van itt a műsorszámok között olyan, amit esetleg te is kipróbálnám? Igen. Amikor az a lány, aki piros ruhában van, arra valamire rátámaszkodik, és így kinyújtja a lábát. A cirkusz menedzsmentje a nyári szezon lezártával akciót hirdetett. Nem titkolt céljuk volt, hogy népszerűsítsék a cirkusz világát és az artista szakmát a tovább tanulni szándékozó diákok között. A szakmában igazából a legfontosabb az utánpótlás, hogy legyen, és így a gyerekek is igazából gyűjthetnek egy kis erőt, illetve elképzelést arról, hogy szeretnének ebbe a világba bele csöppenni, vagy éppen beleszeretni. Rengeteg helyi lakos és itt nyaraló vendég látta az előadásokat a turisztikai főszezonban. A közönség szeretete egész nyáron érezhető volt a poronmester szerint. Szerencsére a hajdúszoboszlói közönség kitűnő, tehát olyan hangulat, de igazából ez a visszajelzésen is hallatszik igazából a produkciók végén is, hogy nagyon nagy sikerrel szerepelnek artistáink. Az idei műsor összeállítással minden néző elégedett volt. A cirkusz fő attrakciója idén is a műsor végére maradt, ahol az extrém motorosok egy halálcsillagszerű gömbben cikáztak fel alá, és olykor a fizika törvényeivel dacolva, olykor kéz a kézben, a végén már teljes sötétségben. Ugye második hónapja, hogy minden este van csak előadásunk egy, és ez volt az első olyan napunk, hogy 2 előadást kell lehúzzunk. Igazából nekünk ez jó, mert kicsit visszakuszokunk a normális kerékvágásba. Aki esetleg lemaradt a nyári kulturális élet egyik üde színfoltjáról, Mr. Gerard cirkuszáról, azoknak sem kell bánkódniuk, hiszen a társulat jövőre újra erővel visszatér Hajdúszoboszlóra. Hajdúszoboszló igazából mostan a szívünkben őt, úgyhogy 2024-ben vadonatúj produkcióval érkezünk, és még színesebb. És ahogy tavaly is említettem, hogy új műsor, új showműsor, így 2024-ben is a legjobb showműsort fogjuk elhozni Hajdúszoboszlóra.